Nagyon nehéz dolgom lesz. Mint mindig. Mert zárt szájjal kéne végig beszélnem, mert... Miért? Mi van? Nincs fogalmam. Bocskor kitalálta, hogy szájszagom van. És én megpróbáltam... Nekinek bocskor szaga van, de hát... Én már mindent megpróbáltam, azzal próbálom leplezni a szájszagomat, hogy felemelem a karjaimat, de... De hogy ez mennyire... De hogy? Hallgatta a műsorodat? Hát nem tudom. Személyesen mi 10 éve találkoztunk, szerintem ez egy ilyen emléke neki. Nem. Én beléjük kötöttem, mert beléjük hallgattam, és akkor mondtam, hogy amikor utoljára találkoztunk, még tudott beszélni. Amikor hallgattam, akkor pont 1,5 óra alatt mondott végig egy mondatot. Mindegy, erre jött aztán egy ilyen megsemmisítő érv, hogy én meg büdös vagyok. Elnézést, akkor mindenkitől. Jó, mi nem szólunk már 7 éve, de hát... Jó estét kívánok! Nagyon-nagyon szépen gyűlnek a pénzes borítékok, jönnek hozzá a postás a Sopron út 40-be, vagy egy rakás olyan adagot is kapunk ilyen dunsztos üvegekben mindenhol, amit önök saját kezükkel hoznak el. Van, hogy 1-2 forintot kapunk, van, hogy nagyobb összeget, szóval köszönjük szépen. Sopron út 40 továbbra is a címünk. Február 29-ig folyik tehát ez a gyűjtés, az éhező gyermekek megsegítésére szolgál az egész akció. Furcsa dolgok is történnek egyébként a jótékonysági kezdeményezés folyamányaként. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium sajtóreferense felhívta telefonon műsorunk főszerkesztőjét, és tolmácsolta a minisztérium jó kívánságait, és elmondta, hogy Lampert Mónika miniszter asszony levelet is küld hamarosan. Közben meg is érkezett a levél. A miniszter asszony leírja, hogy örül a kezdeményezésünknek, és reméli, hogy a civil összefogás sikeres lesz, és minél többen csatlakoznak akciónkhoz. Aztán 2 mondatban, mint egy ilyen kormánypropagandaként beszámol a minisztérium intézkedéseiről, amelyek szintén az éhező gyermekek megsegítésre hivatkoznak. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Mi elsősorban nem annyira propagandát gyűjtünk, mint 1 és 2 forintosokat. Olyanokat, amelyek egyébként a minisztérium büféjében is lehetnek, és ha összegyűjtik és elküldik, nagyon megköszönjük. Végezetül Czapp Anita és Zsófi leveléből idézek, nagyon édes egyébként. Nézd csak, kis helyez. Kedves heti hete. Ne olvasd. Én így kezdődik. De ő 19 éves Jutka, úgyhogy nyugodtan mondd rendesen. Nem. Ja, 19. Elnézést, csak én kedves heti hetes, ez pont úgy kezdődik. Pont úgy kezdődik, mint Lampert Mónika levelet, utána más. Ezúton szeretném felajánlani azt a pár darab 1 és 2 forintost, amit kis húgommal gyűjtöttem össze azoknak az éhező gyermekeknek, akiknek nem jut minden nap az asztalra meleg étel. Reméljük, hogy a mi kis zseppénzünk segít egy kicsit rajtuk. Egy étkezésre ugyan nem elég, de egy szelet csokoládénak minden gyermek örül. Sok-sok puszit küld Czapp Anita és Zsófia, iskolás és óvodás kislány. Köszönöm. Az egyiknek rajzot megmutat. Kifli, a másiknak meg valószínűleg perec a jele. A bőgre nem tudom, hogy vagy az étkeztetés miatt. Az neked van a bőgre. A Sáfár Anikónak perec volt a jele. Jaj, de hülye vagy. Van még itt. És kifli volt a jelem. Nekem meg zsongora. Nekem meg gomba. Szomorú voltam, mert mindig éhes voltam otthon is, nem azért, mert éhező gyerek voltam, hanem mert kövér, és mikor bementem és megláttam a kiflit, megint éhes lettem. Az én jelen fog kefe volt. Az... Van itt egy utóirat. Hát ez csak jel maradt neked. Az utóirat van még, ugyanennek a levélnek egy utóirat, a kifejezetten nekem szól. Elnézést kérek a helyesírási hibákért, én még csak most tanulok írni. De ha a Jáksó Laci bácsi meg szeretne tanulni olvasni, akkor az osztályfőnököm Zsuzsa néni biztosan segít neki szívesen. Köszönöm szépen, és akinek nem kell segíteni, Bajor Imre, Gálvölgyi János, Hernádi Judit, Váncsa István, Hajós András, Farkasházi Tivadar.
Magyar vállalkozók ismét becsaptak magyar munkavállalókat. Naranyszüretre vittek ki Baranyából napszámosokat Spanyolországba, ám a beígért jövedelemből nem lett semmi. Így az elkeseredett munkavállalók az őket szállító bérautóval hazaszöktek. A kocsit leadták a rendőrségen és feljelentették a vállalkozót. Amellett, hogy nagyon sajnálom őket, és minden átvert ember, de hát egyszerűen vannak olyan helyzetek, ahol már lehet érezni. Tehát amikor a 90-es évek elején lányoknak azt mondták ilyen olasz lezselézett hajú munkaközvetítők, hogy ilyen éttermi idegenvezetői munka, és egy picit annyi, hogy néha félmeztenül kerülünk, de tényleg csak ez a hely hangulata miatt. Tehát, és sorra dőltek be. Hát, és ezek a szerencsétlen emberek is... És a munkaideik is... nagy részét kufircolni kell. Tehát igen. Tehát különképpen konzumálni kéne, és dugni is, de nem kurvaságról van szó. Szóval, hogy ez is egy kicsit úgy érzem, hogy azért, ha valaki jön és azt mondja, hogy 300 millió eurót lehet keresni, csak üljek be abba az autóba és menjek el, hát nem szerződtek ők? Vagy szóval hogy ez kicsit általánosítva azt mondanám, hogy ha bármely felebarátom oda jön hozzám, és azt mondja nekem, hogy egy számomra kedvező aránylata van, akkor nem állok vele szóba, nem válaszolok a kérdéseire, sőt, nem is köszönök neki vissza. Ez van abban az esetben, hogyha ez az illető fele barátom mondjuk japán, vagy ukrán, vagy eszkimó, vagy olasz, vagy spanyol, vagy bármi egyéb, ha viszont ráadásul még honfitársam is, akkor kérem, menekülni kell. Menekülni az első pillanatban, de nem úgy ám, mint a mezei nyúl, hanem hátrafelé nyilazva. Könnyen beszéltek, de akinek nincsen más lehetősége, az még ezt is elhiszi, tudod. És most már kint vagyunk Európában, tehát nem csak 93 ezer négyzetkilométeren csaphatnak be minket. Te azt mondod, hogy amikor egy kedvező ajánlatot értünk, akkor az már, ha ezek szerint magyarul van, akkor már rögtön ne higgyük el. Hát már Steinbeck élik a gyümölcsben. Ha azt mondja az én fele barátom, hogy van egy ajánlatom, amiben én valószínűleg bele fogok gebedni, pénzt nem kapok, rengeteg sok munka, ezt tönkre fogok menni a végére, ő viszont meggazdagszik, de esetleg nekem is jut belőle valami csúran cseppen néha napján, akkor azért lehet gondolkodni, mert lehet, hogy ez megfontolandó, mert annál, ami most van, talán még jobb. De hogyha azt mondja, hogy benne valójában a jó akarat munkál is semmi egyéb, tehát akkor vagy lőni, vagy szaladni. Nem vagy igazi vállalkozó, azért az álmosékhoz is valaki odajöttet a Velszke és Szorosba, hogy ugyan van itt egy teljesen üres ország. Rá is kurtunk. Igen. De hát erre való, én nem értem, ebben az országban nem ismerjük azt, hogy szerződés. A szerződés erre való. Én is jártam úgy, hogy valami koncertre hívtak minket, és akkor jeleztem, hogy a menedzserünk száma ez meg ez, ővel kell beszélni, vele lehet szerződést kötni. Andriskám, minek szerződés? Hát mondom, mi az, hogy minek szerződés? Hát, hogy ő 18 éve van a szakmában, és vele még nem kötött senki szerződést. Azt mondom, és erre büszke vagy. És mi lesz, hogyha van Viszmajor? Misa? Ja, mondom úgy. Nem szeretik az emberek, pedig a szerződés az nem András, az. András, voltam a Markóban, és ki volt írva, hogy Esze Tamás kontra valami császári generális, 1711-ben elloptak valami csizmákat, most van a másodfokú tárgyalás. Jó. Lehet, hogy a Viszmajorba kellett volna fellépnetek, nem? Volt egy híres kabaré jelenet, a Kaza játszott, aki mindenkitől pénzt kért, de azt mondta, hogy természetesen papír lesz róla, mert papír nélkül nem lehet, és mindenkinek papírt kellett adni, hogy pénzt adott neki. Tehát nem ő kapta a papírt, hogy a Kaza fölvett tőle pénzt, hanem ő kért pénzt azoktól, akik adtak neki pénzt. Vagy mi? Papír. Hogy? Rohadt bonyolult, gyerekek, azért ez... Hát nem nagyon lehet másik kabaré. Hát vannak, akik vakó hisznek, azt mondják, ha van papír, akkor minden rendben van. Hát ott, hogy ki lehet azt játszani. Mondjuk vannak olyan helyzetek, ezt mint turista mondhatom, hogy ha van papír, akkor megnyugszik az ember. Feltéve, ha nem az a... Nekem egyébként azt tetszett, de retteltesen, hogy ahogy hazajöttek, hogy ellopták az autót, meg itt, ami, ez egy amerikai film, akkor nem, akkor gyönyörű, happy end, és minden ügyesek, és okosak, és jaj, és föltalálták magukat, és aztán minden rendben lesz. Én nem vagyok biztos, hogy ez történt velük itthon. Biztos, hogy nem. Először is szerintem le fogják őket ültetni, hát és pedig gépjármű jogellenes birtokba vétele címén.
Hát hogyan? Büntetőjogi tétel. Csak veszthettek, ez biztos. Egyetem. 5 napos szabadságra a Spanyolországba utazott Gyurcsány Ferenc. Ugyanezekkel a munkavállalókkal. Na most akkor az egész Spanyolország is mondjon le. Úgy, ahogy van. Képzeld el, ilyen last minute-es tüntetők rohantak utána. Tojásokkal, hát, külön gépek mentek. Nekem valamilyen oknál fogva Sevilla jutott erről az eszembe. Nem tudom, ki járt közületek Sevillában. Elég nagy az óvárosa neki, és ott marha nagy az óvárosa. És rengeteg kis pici össze-vissza kanyargó utcácska. Egymás hegyén hátán egy hatalmas területen. Na most ezek az utcácskák annyira picikék, hogy jelölve sincsenek a térképen. Másfelől, ha jelölve is vannak a térképen, nincs útfatábla. Egy jó estét eltöltöttem azzal, hogy vissza akartam találni a szállodából, ahonnan véletlenül elkújtorogtam. Esett az eső, ugye egy szemüveges vagyok ráadásul, na most cucc is volt nálam. Ilyenkor úgy megy, hogy az ember egyik kezében fogja a cuccát, másik már kezében az esernyőjét, a harmadik kezével tartja a térképet, és a negyedik kezével igazgatja a szemüveget. Hogyha ezt így nem tudja megvalósítani, akkor végképpen nagyon nagy baj van. Na mindegy, szóval valahogy végül már a költöző madarak ösztöne valahogy hazavitt, de aztán rájöttem, hogy nem lehetséges, ki van zárva, hogy itt akár a helybeliek is képesek legyenek tájékozódni, tehát hogy ezek akár térképpel, akár anélkül a város egyik pontjáról eljussanak a másikra, kizár dolog. Tehát, ha valaki ott egyszer berúg, és letéved a kitaposott útról, néhány utcával arrébb elcsatangol, a rohadt életbe többé haza nem talál. Az ilyen emberre az történik, hogy elvetődik valahova, ott aztán letelepszik, új családot alapít. Esetleg új szakmát tanul, mit tudom én, és akkor el van 5-10 évig, ameddig be nem rúg megint. Na, akkor arra gondoltam, hogy lehet ám, hogy mit tudom én, pár év múlva Sevilla valamilyen régiójában majd hírkap lábra egy különös tekintetű magas emberről, aki azt állítja, hogy miniszterelnök volt Magyarországon. Na, akkor nekem szeviai történetem nincs, de Elcse megvan. Alicantétől délnyugati egy kis mezőváros. Egyetlen híresség, hogy akkor az első osztályban volt, és játszottak egy Elcse-Barcelona meccset 1970-ben, és mindig kiszúrnak külföldön, de nem tudom, miért néznek engem dél-spanyolnak, és oda jön egy pali. Teddy, most már tényleg, most már a havas ne jöjjön vissza, mert olyanokat mondasz, hogy téged dél-spanyolnak, hát nézzél már oda. Én azt gondolom, a következő, hogy az a rendes spanyolos... Ott sétáltál egy bikával, vagy mi? Nem. Mentem a stadionba... Pörgős errek miatt lehet ez és a... És megszólít 1970. Hát akkor még nem így nézek ki. Ja. Sokkal spanyolos. Le volt barnulva, az biztos. És a ház fele nem ismertem, nem, hogy az országban nem ismertek, és megszólt egy pali, hogy merre van a stadion spanyolul. Mondom, nem tudom, bazd meg, mondom magyarul. Megszól, és akkor mutatom, hogy arra. És megszól magyarul, azt mondja, arra már néztem, arra nincs. Ennek mennyi a valószínűsége? Nem sok, de az ember mindig belefut az ilyenekbe. Főleg, ha rondán beszél. Hát ott nyugodtan káromkodtam Elcsébe, hát csak nem értik. Hát Isten, hát spanyolnak nézték, hát komolyan van, hihetetlen. Hát azt meséltem, amikor a Metropolitan Múzeumban megkérdeztek, ott néztem a Vermeereket, és ketten voltunk a teremben, és egy pali megkérdezte, hosszasan néz. Azt mondja, maga nem Békés Csabai, mondja magyarul. Mondom, nem, és kimentem. Hát nem vagyok Békés Csabai, nem? Londonban voltunk, bementünk egy pubba és egy pali, de így. És mondom, nézd, mondom, ezt a büdös bogarat, mondom, mit nézel te állat? De így, és negyed órája, így a pofáját, itt tartja belé. Nem volt büdös a száj, csak így. És így dumáltunk, és ez meg így. És ezt csak azt mondta, művész úr, megismertem már. Mondta, pofával lesz.
és elmondom, hogy Rómában sétálgattam a feleségemmel, és akkor pont arról beszéltünk, hogy de jó már, hogy 3 napja senki, és hogy itt én olyan ronda vagyok, mint valójában, nem látnak szebbnek, és nem néznek meg, és de egy sarkon befordultunk, és pont szembe jött egy társaság, ahol fölkiáltott magyarul valaki, hogy ez nem, és rögtön mondtam neki, nem. És annyira megijedt, szót fogadott, és tovább megy. Orbán Viktor Tőkés László mellett kampányol Erdélyben. Elképzeléseiket istentisztelet keretében ismertetik. A függetlenként induló református püspök személye megoszthatja a szavazókat, így könnyen elképzelhető, hogy sem az RMDS jelöltje, sem ő nem jut be végül az Európai Parlamentbe, amelyben ez esetben nem lesz az erdélyi magyarságnak képviselete. Mi is ketté lettünk vágva itthon, hogy még az erdélyeket is ketté vágják teljesen. Na de... Ez baj. Ahány szavazat megy a Tőkésre, annyi jön el az RMDS-től, a Tőkés nem fog semmi körülmények között nem fog bejutni, viszont így a Markó Béláék alól szépen kimossák. Talajt, és így aztán végül nem lesz az erdélyi magyarságnak képviselete izében, Brüsszelben. Más kérdés az, hogy tulajdonképpen, hogy ha gondoljuk el egy brüsszeli demokratának, bürokratának ugye a gondolkodásmódját. Ha lát az ember egy nagy létszámú nemzeti kisebbséget valahol Európa keleti felén, amely kisebbség önmagával nem képes megbékélni, hát akkor mit gondoljon arról, hogy ezeket folyton marják a románok? Hát könyörgök, hát ezek olyan békétlenek, hogy magukkal nem férnek meg. Hát miért férnének meg a románokkal? Találtam egy olyan mondatot, amit az ember, ha elolvas először, akkor úgy tűnik, mintha épeszű lenne, mintha lenne jelentés ennek a mondatnak. És ha jobban megnézi, akkor ez nagyon árulkodó arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet és kell bizonyos politikusok szerint határainkon túlélő magyarságnak beszélni. Nagybányám, a vitéz módon. Sohasem lehet úgy tönkretenni Magyarországot, a Kárpát-medencei magyar nemzetet, hogyha összefogunk, ne tudnánk közös erővel újra és újra felemelni. Hiszem, hogy ez az idő nincs már messze. Ez úgy elsőre olyan, úgy, és de ha jobban megmondom, mit mondott? Tehát soha nem lehet úgy tönkretenni Magyarországot. Kik? Kik teszik tönkre? Arról nincs szó. Magyarországot vesző a Kárpát-medencei magyar nemzetet. Itt már ez egy pillanat alatt egy és ugyanazzá válik. Noha egyébként ez volna egy probléma, hogy ez nem egy és ugyanaz, de mindegy, csak hangozzon el az, hogy a Kárpát-medencei magyar nemzet. Hogyha összefogunk, ez ugye kell a mondat közepére, amikor már itt tart a közönség, ne tudnánk közös erővel újra és újra felemelni. Hiszem, hogy ez az idő nincs már messze, de melyik idő? Tehát mit jelent szerintetek neked, ez a mondat? A baloldal ráront a nemzetre nagyon gyakran. Ugye ez az első részének a megfejtése, és a népszavazáson túl vagyunk, és akkor megoldódik minden. De hát ezt nem értem, hogy az emberek miért eszik meg azokat a mondatokat, aminek semmi jelentése de nincsen. De van, hát hogy ne lenne jelentősége? Nem, jelentése igaziból hát valószínűleg igaza van, hogy nincsen. Ezeket egy zacskóba össze lehet ilyeneket dobni, ki lehet húzni, és akkor azt lehet mondani, hogy felháborító most már, hogy a felemelkedés útjába álló akadályok miatt mi, akik magyarok vagyunk, itt, akik ha összefogunk, akkor remélem, hogyha rám szavaztok. Hát ez körülbelül... Egyszerűen érdemes, hogy kipróbálni, ha mondanak valamit, a tök egyszerűen annak irtózatos ereje tud lenni. Mi? Hogy éljen a haza, meg hogy a Kárpát-medencei magyarok fogjanak össze? Ha tényleg mondanának valamit, én ilyen és ilyen politikus, az a tervem, hogy ezt és ezt fogom csinálni, pont. Menj el a piacra, és mondd egy kofának, valamit. Hogy éljen a haza. Mit ad éljen a haza, menjetek haza. Kész. Ez körülbelül ennyi értelme van. Azzal telik el a sajtó ideje, hogy ilyen mondatot elemez állandóan. Békefi László nevű zseniális konferencié, az megírta 1937-ben ezt a szónokoknak, hogy semmi más nem kell, ki kell válni, mert azt írja, hogy a tömeg, Békefi írta, hogy olyan buta, hogy úgyse értene meg több szót, tehát 4-5 szó kell. Haza, anyaföld, édesanyánk, Isten nem tudom. És ezeket variálod, a tömeg elájul. Ráadásul, és azt írja, a tömeg mint régen a hangos bemondóban, akkor össze se kell fűzni. Mert... Persze, igen, haza, hát haza. Persze, igen, anyánk, édesanyja földön, ezen földön, éjjel, kész, és ma. Hát, ha megeszik... Döglött szervált találtak. Igen. Iklód Bördöce és Csödömér határában. Én utoljára a Féderert láttam szerválni, de azt... Az
afrikai macskafajtára egy mozdonyvezető figyelt fel. Ha ez nem van mozdony. Ez a hír, gyerek. Vagy mozdony nélkül volt? Vagy ez még most jön a legjobb rész. Azt hitték, hogy a közeli South Fork Ranchről szökött el. South Fork. És mindig nem elég. Ahol struccokat, bivajokat, egy gepárdot és két szervált is tart az osztrák tulajdonos, ám az illető szerint nála minden állat megvan. De gyerekek, hogy iglót, bőrgyógyszer, csődömi határ. South Fork Ranch legyen. Gyerekek, én ettől röhögögörcs. Én is. És arra gondoltam, hogy ha ez igaz, akkor ez egy népdal jutott az eszem. Tehát ezt már össze lehet foglalni, és megírtam azt a dalt. Tulajdonképpen csak a valóságot áttettem dalba, hogy ilyen népiesen azt mondja, hogy a csömő Daily South Fork Ranchról elszökött egy szervát. Ne haragudjatok, iklót bőrdőcére tartott, ott érte a halál. Mondta osztrák gazda a nálatok, megvannak-e mind az állatok? A gepárnak, strucnak nincsen híja, de a szervát elvitte a héja. Ja, Istenem! Elnézést! Te az első szerván nem sikerül, akkor a második csak bejön, nem? Vagy megdöglik az is. Hát arra is gondoltam, hogy ez egy ilyen népi szokás, hogy azért volt ott a mezőn, meg mellette nyilván volt egy gödör, mert ott van a szervát ültetés. Ez az egyetlen hír megvan ebből az évtizedből, akkor meg tudják fejteni, hogy kb. Milyen élet volt itt. De ilyen bulvárosan például meg lehetne fogalmazni úgy is, hogy döglő csődömét találtak Szervál és Iklót Bölőce határában. Ezt annyira értenénk. Igen, de az olyan borzasztó, amikor... És véletlen volt, volt Kelemen Anna is. Nem, az a baj, hogy vannak halál tisztességes magyar falvak, évtizedeken keresztül nem halasz róluk, és akkor egyszer történik valami szerencsétlenség, vagy valami ilyen hülyeség, érted? És akkor így megy be a köztudatba. Hát most ezek a szegény csödömélyek ettől lesznek híresek a te dalodtól. Hát, lehet, hogy ebből népdal lesz. Ez hát ne haragudjanak a csödömériek. Hát miért? Hát, ha ne alakodj. Iglót, Bördöce és Csödömér határában van vasút. Hát igen, hogy... Vagy hogy ha ott... nincs is vasút, de van nem, egy mozdony. Én úgy érzem, nehogy. Igen. Szerintem, hogy az jön ki, hogy én sértő vagyok. Tehát ha a tényeket rögzítjük, tisztelt bíróság, tehát hogyha Csödömér és Iklót Bördöce van, azok között van egy halott szervál, aki a South Fork Ranchról szökött el, ahol struccok, bivajok és gepárdok vannak, és osztrák Hanzi a tulajdonosa, akkor szerintem... Hány éves a mozdonyvezető? Akkor ne rám sértődjenek meg a csődömérjek, hanem a valóságra. A dolgozók munkahelyi viselkedését, valamint az utasokkal és az ügyfelekkel való viselkedést rögzítő etikai kódexe dolgozott ki a BKV ZRT. Így az utasok kiszolgálásával közvetlenül érintett dolgozókkal szemben alapvető elvárás a külső személyekkel való konfliktus lehetőség szerinti megelőzése, vagy a bekövetkező konfliktus kölcsönösen megnyugtató kezelése. De akkor megszűnik az a mondat, hogy faszikám, add ide a jegyeket, mi? Most kezdenek el óvodásokat toborozni a 4-es metróra ellenőrök. Hogy mi nem felnőnek? Igen, nem? Mi nyugdíjasok kezelhetik a jegyet. Igen, nem tudom, mindig a indián könyvekben olvastam, tudod, ezeket a veszőzéseket, hogy végig kellett futni, és akkor az indiánok, a gonosz indiánok mindig, nem tudom, a Sziuk vagy a delavárok megveszőzték. Te nem gondoltál, amikor ott a mész a mozgó lépcső, és akkor két oldalt sorban állnak az ellenőrök? Pont ugyanaz a szituáció. Igen, de amikor az ellenőr végigmegy a villamoson, egyedül megy az ellenőr a villamoson az utasok között, akkor ő érzi ugyanezt. De hol van már egy ellenőr? Most már csapatosan. Hát nem tudom, én látok még egyedi példányokat is ott. Azok elkóboroltak valamit. Az, hogy az utas veri az ellenőrt, az régebben egy eléggé hétköznapi eset volt. Tehát én emlékszem egy olyan történetre, ez 2001. szeptemberében volt. A piros metró vonalán ment az ellenőr, és kérem szépen, hát egy ifjú, egy kifejezetten fiatal hölgy rettenetesen megverte az esernyőjével. És később kiderült, ez azért volt, mert az ifjú hölgy, az ifjú hölgy ott a metrón etka jógát végzett. Az etka jóga, ez valamilyen ilyen
egészség és léleknemesítő módszer, amit egy 87 éves szegedi anyóka, az Edko anyó talált ki, annak idején a tévében is lehetett ezt látni. Na most a hölgy tehát a léleknemesítés céljából intim tornát végzett a metrón, mert ez is része az Edko jogának, úgy megyek, hogy hüvelygyakorlatokat végzett, és akkor jött... Házas kocsi volt, tehát bocsánat. Akkor, pillanat, de akkor jött az ellenőr, és a nő megőrült, mert ezt számolta, tehát valahogy számolni a kert, és azt mondta, hogy anyád úristen, most miattad újra kell kezdenem, fogta az esenyőt, és nagyon elverte az ellenőr, de úgy elverte, hogy 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett. Na most arra az etikai kódexre vagyok én kíváncsi, aki ennek a konfliktusnak a kölcsönösen megnyugtató kezelését. Még amikor tavaly voltak a Kossuth téri szép napok, és akkor ott valaki felszállt az oktogonnál, volt rajta rangjelzés, passzomány, muszomány, minden. És akkor jött az ellenőr, kérte a jelet, azt mondta, forradalmár vagyok, b***d meg. Nézd! És ingyen utazott nyugdíjasok és forradalmárok. Ja, félreértitek, mert az etikai kódex az egyrészt ilyen vastag lesz, egy kicsit vasalt lesz a széle, és az azért van ott nála. Nekem erről az intim tornás nőről az jutott az eszembe, hogy én pedig a... Jaj, de jó! Ez a barjuk meg hánynál tart? Ezt hiszem, a játszónak föláll a haja, komolyan mondom. Én azt játszottam a Gyuri barátommal, a Kisföld alattin, hogy addig kellett utazni, amíg egyedül maradtunk ketten egy kocsiba, és azt kellett játszani, hogy amikor bement az alagútba, akkor felkapaszkodtunk azokra a kis bőrszíjakra, láb föl a plafonra, lógtunk, és azt szólítottuk, hogy Maki, Maki, Maki! De abban a pillanatban, hogy beértünk az utasok közé, azt időzítve vissza kellett ülni már így. De nem mindig sikerült. Utasok közé. Hát azt a kalauzt... Ebből született a Zazi cím. Hát, mert aki a metróban. Aki egyszer úgy látott meg egy 12 éves, nagyon kövér szemüveges, és egy nem annyira kövér, nem szemüveges kisfiút, hogy lógnak fönn a plafonon, és azt tudítják, hogy Maki, Maki. És hát ilyenek. De jó volt, tetszett. Nekem nagyon jó volt akkor fiatalnak lenni. Szép gyerekkorod volt neked, ez meg már tényleg. És többször elmentünk páternoszterezni is, és megfordultunk, és felpofozott egyszer majdnem a Fenyő Miklós. Mert ez az Oriba volt, ahova akkora nagy sztárok jártak, és pont menekültem a jegyszedőnéni elől, és kiugrottam a liftből, és ott állt Fenyő Miklós, és azt mondta neki, szasz, Jampec! Nem esett neki jól. A beadók másolatként vitték be Rembrandt egyik önarcképét egy londoni galériába, irányadó árként 1000-1500 fontot, azaz 500 000 forintot jelölve meg. Az aukció műkereskedők hada jelent meg, s végül 2,5 millió fontért, majdnem 1 milliárd forintért kelt el a kép. Na, tehát... Bonyolult helyzet. Na. Mert ugye még most sem teljesen biztos, hogy valódi Rembrandtról van szó, vagy nem arról van szó, csak hogy képbe került egy pofa, aki egy művészettörténész szakértő, Jan Sixnek hívják, és elmondta, hogy hát tulajdonképpen ő javasolta ezeknek, hogy vegyék meg, mert hát ez egy valódi Rembrandt, 20 könyvben publikálták eddig, ez teljesen egyértelmű, hogy ezt ennyi pénzért meg lehet venni, és úgy hívják a pofát, hogy Jan Six a szakértő, aki ezt mondta. Utána néztem ki a fenehez, nincs ilyen nevű szakértő, viszont van egy érdekesség. Rembrandt barátját úgy hívták, hogy Jan Six. Többször megfestette a képek több évben, több múzeumban kínlóg. Magyarul itt valaki valakit rohadtul átvert. Ez olyan, mintha előkerülne egy eddig még nem ismert Arany János kézirat, mondjuk a Toldi egy újabb része, ezt elárvereznék, egyszer jönne egy szakértő, és mondaná, hogy hát ez, igen, ez hiteles, meg lehet venni, és maga ki a fene, kérem, Toldi Miklós vagyok. Jó, akkor meg lesz. Népfestette Rembrandt és Van Gogh annyi önarcképet. Mondjuk Van Goghnál értem, hogy... Állandóan berúgtak, és összetörtek a tükrök, és gondolták, hogy
csinálnak ilyet is, olyat is magukról, ha meg akarják nézni. Tudod, ezek a művészek, bohémek, hogy hogy élnek. Én legalább 40 Rembrandt-ön az képet láttam. 20 önarcképe van elismerve, tehát 20 ismert önarckép van, ami elfogadottan az ő munkája. Az összes többit a tanítványainak tudják be, tehát 20 hiteles jóvá. De ez olyan, mint hogy ez a reklám helye, tehát vannak olyan plakátok, hogy ez az ön reklámja, tehát azért festette, hogy így tud festeni, és akkor gazdag flamand kereskedők rendeljenek nem nála? Nem tudom, Teddy, de én annyira boldog vagyok, hogy a Váncsa jobban tudja a számokat. Én bennem meg az merül föl, hogy van olyan arckép... 20 van, Teddy, nem 40, 20! Nagyon jól mondod, én is utána néztem az Interpretsnuzával. Tudod, hányszor állják, hogy Rembrandtnak tulajdonított, mások által befejezett, tehát ilyen... Teddy, akcióra járok. Váncsa, biztos nem tudja, hogy ha mondjuk van egy baromi jó festmény, és az nem a Rembrandt, hanem egy tanítványa, hogy akkor az mennyivel rosszabb az a kép? Ugye a 25 millió dollárral. Azért, mert nem a Rembrandt nem festett, tudtad? Ez így van ebben a... Azt mondjátok el nekem, hogy van olyan önarckép... Egy nagyon szarképet, ha fest a Rembrandt, még az is több. De nem fest szar. Tehát, hogy van olyan, hogy önarckép, van olyan, hogy olyan önarckép, amit nem ő festett magáról, hanem a tanítványa, és olyan önarckép is van, amit a tanítványa nem is őróla festett. Tényleg, most, hogy így mondod, ha a tanítványa festette, akkor az nem önarckép. Na de ha az egy arc és a tanítvány magáról festette, akkor az egy önarckép. Bocsánat. De akkor nem hasonlít Rembrandt. Most készítettem egy interjút a Yoko Ono féljével, élettársával. Hát most írok egy könyvet, és abban szerepel. Most épp egy könyvet. Mi lesz a címe? Bajor Imre és barátai. Nem sokára meg lesz. Mert akkor lenne siker. És festőkről beszélgettünk, és mondtam, hogy nekem a Vermeer a kedvencem, aki nagyon kevés képet festett, és biztos nagyon értékesek, persze, de azt mondta, hogy ma nem lehet befuttatni egy olyan festőt, akinek kevés képe van. Tehát azt mondja például, hogy a Picasso azért lett ilyen híres és ilyen értékes, mert minden múzeum akar Picasso-t, és Picasso-nak nagyon sok képe van. Tehát nem is próbálkoznak a galériások egy olyan művésszel, akinek csak 20-30 képe van. De én azt szeretném kérni, hogy... Tehát kell egy bizonyos mennyiség ahhoz, hogy felfedezzenek. Ez Alföldi azért nincs itt. Aha. Most fest. Tehát nem érdemes. Tehát nehogy azt hitt, hogy akkor ritkább. Biztos most készíti a Robi az önarckép vizilóval című. Vagy elefánt. Egy szoba konyhát fest állítólag. Befest egy egész bárkát. Egy Szakács Tibor nevű amatőr festő nekünk ajándékozott három képet a lapnak, ahol vagyok, és megmutatom, az egyik Hoffi Gézát ábrázolja. Ott van a másik etőn állató. Kelé Dezső. Meg a Bonski. Azért is jó, mert a rádióban már nem lehet őket hallani, akkor legalább lássák, mert nem ismétlik a dolgaikat. Kellét Dezsőt hívtam egyszer fel, álmából ébresztettem, azt meséltem nektek. És van furán beszélt velem, pedig hát jól ismertük egymást. Bocsánat. És összeértem a délutáni álmából zavarhattam fel, és idő után már mondtam, hogy Dezső bátyám tudja, hogy kivel beszél? Azt mondja, igen, mondom, kivel beszélsz, a gazdasági hivatal. Még szabadalomra vár, de már is felkeltette a szakma érdeklődését az az orosz találmány, amely képes felismerni, hogy milyen folyadék van egy lezárt üvegben. Főleg repülőtereken használhatják majd. Mondom, itt kezdődik a leírása egy. Nyisd fel az üveget! Kóstolj bele! És akkor kiderül. Én ezt kipróbálom. Húha! Tessék mondani, vérképet is lehet csinálni? Dögöljek meg, ha nem hozzám jön. Dögöljek meg! Ez az itt a viszki, hol a viszki játék? De melyik kórházban voltam a Teddyben? Abból ne így állt pozitív. Egy viszki, kettő, nem lehet oda menni, akkor... Hát jó, de ne haragudj azért. Kémia órán voltam. A szag is van. Kémia órán. De be van csukva, mindjárt. Várj, már.
Ennyit lehet, hogy kicsit... Azt lehet. Kicsit, érintéssel lehet. Jaj, oké, csak ennyi. Franc egyenek polipom van. De már hány éve? Na, Teddy, akkor itt három üveg van? Igen. Mi az én feladatom? Kettőbe tea van, egybe viszki. Nagyon veszélyes. Ez a viszki. Hát szagolj bele mindegyikbe, és akkor... Szerintem igen. Ez a viszki. Tudod, honnan jöttem rá? Na, nem olyan zavaró. Adás előtt megjelöltem, ez viszont az én találmány. Most egy kis reklám következik, és utána folytatjuk ezt a beszélgetést. Mit csinálsz? Hát... Figyelj, ha az embernek egy Bocskor Gábor mondja, hogy büdös a pofája. Na, ebből mi lesz? Szemüvegem. Rád lehelhetek ellenőrzésképpen? Na, gyere. Á, még nem addig, nem addig. Azt meséltem nektek a fakírt, ugye a bonca? Hogy? 30 éve a Váci szabadszínpadon bárki feléphetett, és volt egy fakír, aki gombot volt a hasára, emlékeztek, azt hiszem Kajának hívták. Igen. És csak rendőröknél léphetett föl ilyen rendőrségi klubokban, mert tilos volt felépnie, tehát ilyen titokban fél illegálisan működött, és nem tudták a többiek eldönteni, és engem kértek meg, hogy akkor döntsem el a produkcióról, hogy föléphette, hogy nem lesz ott botrány. 1978, hát gondoljátok azokat az időket, és beszélgetni akartam vele. És azt mondta a menedzser, volt neki menedzser, hogy nem lehet vele beszélgetni, mert transzban van. És mondta, minden lehetne beszélgetni, hát válaszol néhány kérdésre, hogy hívják, honnan jött, mióta fakírkodik, fáj ez magának, stb. És akkor átnyelt, mint a Laci. Bocskor Laci. És a Bonc elkezdett röhögni, mondom, mit röhögsz? Azt mondja, hát tudod, nem transzban volt, hát micsoda? Az volt a produkció vége, hogy meggyújtja a petróleumot a szájában, és tele volt a szája petróleummal, és az interjú miatt le kellett nyelni a szerencsétlennek. És utána mit gyújtott meg? Hogy? Hát befelé égett. Jaj. Belső égésű fakír. Na. Na. Egy japán divattervező sajátos módon kíván védelmet nyújtani az éjszaka hazasiető magányos nőknek. Olyan ruhadarabokat tervezett, amelyeket széthajtogatva viselője pillanatok alatt álcázhatja magát kólaautomatának. Vannak más tervei is, például a gyermek iskolatáskájából kialakítható tűzcsap, vagy ami nekem különösen kedves, a csatornafedélnek álcázható táska. Várj, és akkor mi van, hogyha egy részeg szati bele akar gyömöszölni két ilyent az automata nyílásában? Azt, ha sikerül neki, akkor elviheti szobára. Én azon gondolkodtam, hogy lehetne ezt nálunk honosítani, ezt az egész dolgot, de aztán rájöttem, nem lehetne először, és nincsenek az utcán kólaautomaták. Kezdődik. Másik az, én megfigyeltem, hogy Magyarországon a lakosság az automatákat veri. Hát ez az. Úgy gondolja, hogy nem dob bele pénzt, hanem bebasz neki egy nagyot, és akkor jöjjön ki belőle, ami neki kell, mert magyarok vagyunk, a kurva anyját Magyarországon van, adjon kólát. Na meg arra is gondoltam még, hogy ugye helyesebb volna, hogyha a hazatérő hölgy, tehát olyas valaminek tudná magát álcázni ezzel az izével, ami tipikusan gyakran előfordul az utcán, egy olyan... Kutyaszar? Speciál, nem kutyaszarra, én vízágyúra gondoltam. Mert az nagyon praktikus volna, hip-hop, és akkor már is vízágyú vagyok. Ez azért is van, mert ugye jellemző, tehát gyakran van ilyen az utcán. De a nő strukturálisan azért nem formáz egy vízágyú, tehát hogy... Na de hát ez ilyen volt, hogy...
Rögtön az ezermester volt beugrott. Régi szép idő. Igazság szerint. Békés tüntetők idiótának álcázták magukat egy perc alatt. Hát, köveket kaptak föl, és olyanok voltak, mint az elmenek. Még a vízágyú is égett. Itt tulajdonképpen, ha valóban álcázni akarja magát, és ne essen bántódása, itt egy valaki van, akinek nem esik, az a Budaházi György. Tehát itt tulajdonképpen Budaházi Györgynek kell öltözni ahhoz, hogy az emberhez se a lakosság, se a hatóság ne tudjon hozzányúlni. Nem? Nem véletlen, hogy az APEH vizsgálja Orbán Viktor Fidesz elnököt és a párt igazgatóját. Bakonyi Ágnes szóvivő azt mondta, a rendszer azért dobta ki a két vezető politikus nevét, mert hibát észleltek náluk, de ez a szóvivő szerint nem azt jelenti, hogy vagyonosodási vizsgálat indult ellenük. Dávid Ibolya szerint viszont az APEH tiltott, készletező adatgyűjtést is. Mi folytat. Az, hogy készletező, nem részletező? Ne, ide, azon készletező? Ide készletező van nagyon írva. Ezen annyira nem részletező? Lehet. Ehhez nagyon ne szóljunk hozzá, nagyon megszívjuk ezt a hírt. Ebben nem tudsz. Ebben nem tudsz olyan oldalra állni, hogy előbb-utóbb minket ne vizsgáljanak meg. Dehogy nem. Beszélj te! Meg lehet ezt szépen magyarázni. Kezdjük ott, hogy a világon nagyon sok politikus ellen folynak ilyen adóhatósági vizsgálódások. Ugyanazt azt jelen már nem tudom, hány éve egy húzamban. Berlusconi ellen folyamatosan. Én nem emlékszek vissza az életemnek olyan szakaszára, amikor Berlusconi ellen éppen nem folyt adóügyi vizsgálat, adócsalás miatt, meg ehhez hasonló miatt. Vagy aztán itt van ugye mondjuk a Prescott, ugye bár a brit miniszterelnök helyettes volt. De azoknak mindig van indoka, nem? A miniszterelnök helyettes volt, és ingatlan adót felejtett el befizetni valami egészen fantasztikus luxus ingatlan után, és mondta, hogy nem tudta, hogy ez kellett volna. Most az volt a probléma, hogy ő volt a felelőse a kormányzatban ennek az adónemnek. De kérem szépen, az államférfiú hivatásának gyakorlása közben mégiscsak egy ország vagy egy nemzet terheit viszi a vállán. A jövőbe tekint, ugye? Ilyen körülmények között, amikor az ember ennyire túl van terhelve, morálisan is és szellemileg is, hogy ilyen kis szarságokkal pepecsérni, ilyen rubrika, amik olyan rubrika, amik amolyan rubrika. Ugye? Hát persze, hogy hát próbálja ő évente egyszer, de elnézi véletlenül, persze, hogy viszont, ja, és még nem is beszéltem arról, hogy ugye hát van egy magyar politikus, aki nemrégiben azt nyilatkozta, hogy az ő feladata nem csak ennek az országnak az építése, országnak kisbetűvel, hanem a másik országé is, országé nagybetűvel, Isten országát kell őnek ilyen építeni, mondta. Ezt mondta, benne volt egy ilyen, láttam, olvastam. És kérem szépen, gondoljuk el, valaki Isten országát építi, hát akkor és szarozzon a izével az adóivel, szóval nem nagyon jön ez a dolog össze. Hát viszont nyilvánvaló, hogyha az ember, ugye a politikusok, egy abszolút tisztességes ember, mégis elszúrja az adóév kitöltését, hát az meg ugye ciki és lelkiismeret furdalást okozhat a későbbiek folyamán nála. Szükségképpen az adóhivatal ettől akarja őt megkímélni, tehát a politikus ellen indított adónyomozás, az ő javát akarja, azt akarja, hogy leessen a lelkéről ez a nyomasztó teher, és tisztán, üdén, fiatalosan nézhessen embertársai szemébe. Ha jól értem, azt mondod, hogy... Ha csak így nem. Azt mondod, hogy ha Isten országát építed, akkor is el kell tenni a számlákat? Hát el kell, igen. De hát itt ebben nincs jó megoldás, mert vagy elhiszem, hogy akarattal, illetve véletlenül, vagy nem hiszem el. Tehát nincs jó megoldás. De van jó megoldás, mert akinek nincs vaja a füle mögött, annak nincs mit a kenyére kenni. Nem nagyon értem, hogy mitől hír ez most már egy hete, vagy nem tudom mióta. Hát ez a világ legterve. Az APEC azért van, hogy vizsgálódjon, nem? Ez a dolg, ez a hivatása, ha úgy tetszik. Miért olyan érdekes dolog, hogy jön egy ugyanolyan magyar állampolgár, bárki, mint mi, egy miniszterelnök, vagy akár, vizsgálódjon. Itt áll meg, én vagyok. Nem, de hát de miért ne vizsgálódhatna? Jó Isten áldjon meg. Ugyanolyan állampolgár. Miért ne vizsgálódjon? Az a hír, hogyha kiderül, hogy valóban ilyen visszaélések vannak, amit te mondtál Angliába, itt természetesen szó nem lehet. De az lenne a hír, de addig mi a szarnak írni róla, amíg a világ csak vizsgálódnak? Hát vizsgálódnak, persze. Mert az egész pályás letámadástól lehet tartani.
De ráadásul nem is lehet tudni, hogy mit vizsgálnak pontosan, mert hogy nem ő kérdeztem meg, ő nem kérdezi meg, hogy mit vizsgálnak, akkor válaszolhatnának, hogy mit vizsgálnak, de miután nem ő kérdezte meg, hanem a szóvivője mondta, hogy vizsgálják, emiatt nem mondhatják meg, hogy mit vizsgálnak. Hát gyakorlatilag akkor jó dolog az APEC szóvivőjének lenni, mert nem mondhat semmit, igaz? Nem mondhat, nem, de ő azt mondta, hogy mondhat, hogyha az Orbán kérdezi meg, illetve hogy akit vizsgálnak, azt kérdezi meg, hogy majd tessék elmondani, mit vizsgálnak, mondják el itt mindenki előtt, akkor elmondhatják. Ez könnyű helyzetben hozzá a lakosságot. De minek hírnak Rodában? És kis Albert nemi aktusra készül, de még sose na sikerült de neki. Miért kell megír? De miért kell megír? Hát, majd akkor írják meg, ha sikerült. Hát, mert neki fáj, mert neki hát fáj. Itt a Jákson nézünk, minden nap olvasunk róla. Jó, de hát a kis Albertet helyettesítettem a már olyan értelemben, kösz, hogy... Kösz. Egyre több országban okoz gondot a hírszerző hiány. A jól kiképzett ügynökök ugyanis tömegével lépnek át a magánszektorba többszörös fizetésért. A brit MI5 és az MI6 most nőket toboroz, akik a kémfőnök szerint amúgy is több sikert érhetnek el hírszerzés területén, mert jobb a megérző, szervező és vezető képességük. Ugye? Ugye? Egy matahari. Benneteket, úgy elmegyek hírszerzőnek. És ott legalább nem kell beszélni. Jobb a vezetőképesség, és titoktartóbbak, mint a férfiak. Igen? Én azt szeretném kérdezni, hogy engem felvesznek ilyen izének, ha az MI5-ot, meg MI6-et M15-nek, meg 16-nak olvasom. Mostanáig azt hittem, hogy az M15. Én is azt hittem. Biztos nem ilyen sasszem feladatokat kapnék. Mikrofilm. Valamit én azt hiszem, nem akadály, de kell hozzá azért valamit. Tudnék, nem csak arról van szó, hogy nőket vesznek fel előszeretettel, hanem arról is, hogy különböző kisebbségekhez tartozókat és kiváltképpen muszlimokat. Ami borzasztó érdekes dolog, ugye bár hát először is Angliáról van szó. Másodszor az MI5 az annyira titkos volt régebben, hogy a létezését is letagadták. Tehát, hogyha valahol valaki megemlítette ezt hogy MI5, akkor hát ez ilyen csak kémregényírók fantáziájában fordul elő. Most az én alapvető bajom az, hogy a továbbiakban majd nem lehet már kémregényt se írni. Tudnék, hát egy kémregényben mindig az volt az egyik legérdekesebb dolog, hogy jön az ellenséges ügynök, és beépül ugyebár a hírszerzésbe, beépül egy másik szervező, de beleépül az ügynök, a gonosz ügynök, ugye beleépül. Na most az van, hogy a gonosz ügynök kijön Afganisztánba vagy Pakisztánban a kiképzőtáborból, leül a számítógép elé, és interneten bejelentkezik ügynök felvételre az MI5-nál, megnézik a vezetéknevét, Mustafa, jöhet. De most erről írják én meg, én tapám. Engem nagyon megfogott, hogy a nők titoktartóbbak, tehát látsz magad előtt két mesterkémet a fodrásznál beszélgetni? Tudod, mikor ilyen bújába ültek, és akkor én mikor gyerek voltam, mindig féltem a nőktől, hogy nem értettem, hogy mi oldítoznak a fodrásznál, tudod? Én tudom, hogy miért ordítoznak, de nem... Az most már nincsenek, ezek a nagy búrák. Nem van valami? Mi? Nem ez a félelem, ez megmaradt benned, nem? Csak most már? Miért te voltál már búrában? Hát tudod, hogy az... Én búrában születtem. Szilágyi Gyuri írt egyszer egy olyan mesterképről, hogy életében csak egyetlen egy kép készült róla, de az se őt ábrázolta. Így ábrázolta. Én ezt nem hiszem el úgyse, ezt a kémesdit. Miért nem hiszed el? Mert? Énnek szerintem már kémsajt is kamu volt gyerekkoromban. Nem hiszed el? Most hát olvastam, a jó kémekről nem is tudunk. De mindent már... elhisztek az ember. Most olvastam egy bulvárlapban, hogy egy énekesnek megjelent a Zambó Jimmy. Igen. Négy cikk van erről most. Hát, részletesen üzent. Van, akinek vagy a lemez jelenik meg, vagy ha erről nem nagyon tud beszámolni, akkor kénytelen, hogy más jelenjen meg. Jutka, te is mondjál valamit. Na hát ezt a legnagyobb jó indulattal... Helyzet, én nem bírok már többet beszélni. Luci, te nem voltál plegykás soha?
Én csak azt mondom, amit gondolok. Az elég. De ha hiszed, ha nem, én nekem úgy ellen, ha nekem valaki azt mondja, hogy elmond egy történetet, de ezt nem mondjam el másnak, akkor azt elmondhatja még egyszer, mert ugyanúgy végig fogom hallgatni. Elfelejtem. Effektív elfelejtem. Anyukámnak volt egy kolléganője, aki imádott pletyizni, berontott mindig az irodában reggel. Jaj, képzétek, mit hallottam, de nem mondjátok el senkinek, mert mindenkinek én akarom elmondani. Ezt már egyszer elmeséltem, de most elmeséljem még egyszer, hogy egyszer, a, még amikor még együtt éltem a göröggel, akkor volt, hogy hazajött, én mosogattam, és így elmesélt valamit, hogy te, és elmesélt egy történetet. És akkor befejeztem a mosogatást, szépen bementem a szobába, leültem rá, és azt mondtam, te, tudod, mit hallottam? És elmeséltem. Elfelejtettem, hogy kit hallottam. Szegény. Szóval nem csoda, hogy elhagyott, szóval nem csoda. Sztrájkolnak az írók Hollywoodban. Ja, Istenem, de ha nem tudnak megegyezni a stúdiókkal és a tévétársaságokkal, akkor leállhatnak a sorozatok. Ez esetben maradnak a realityk és a sztárkövető show műsorok. Az mi, hogy sztárkövető nem show? Tudom. Hát az, hogy jönnek, hogy utánad valaki. És nézik, hogy nem vagyok hova sztár. Mész. Akkor nem te utánad, az Imi után, igazad. Utánam ember ne jöjjön. Menjenek a... De most már miből? Már a telefonnal lehet valakit fölvenni. És... simán. Jézus Máriám. Régen ilyen nem volt, meg kell, hogy mondjam. Abban az időben, mikor áram se volt, még nem voltak ilyen problémák, hogy fölvették az ember telefonnal. Nem beszélve arról, hogy régen én voltam a legmagasabb a tornasorban. Azt még azt megelőzően... ha csak így csináltam, anyám rögtön egy mellett rakott a számba. Kálmánka. Régen sokkal jobb volt. Amikor gondoltam, akkor belekakítam a ruhámba, szóval tényleg. Hát ennek, ez most már vége, hát szar lett a világ, elmúlt minden. Jaj, csak ez a nagy rohanás. Tudod, melyik műsorban vagy? Sietgetés. Hangsúlyoznám, hogy akinek van csöcse, és nincs agya, köszönöm, az mutassa meg a csöcsét annak, az mutassa meg a csöcsét annak, akinek van szeme, de nincs agya és nincs csöcse. Megmondom miért. Mert ha az, akinek van csöcse, de nincs agya, megmutatja a csöcsét annak, akinek nincs csöcse, nincs agya, de van szeme, akkor annak, akinek nincs csöcse, és nincs szeme, de van agya, nagyon sok pénze lesz. És te már fölcsábítottál nőt a lakásod, hogy mutassa meg az agyát? Mind a kettőt? Jaj, szépen, annak idején legény koromban, én nagyon is. Na jó, de hát teljesen logikátlan, hogy megnézed az agyát és tök levetkőzöm. Hát az attól függ, hogy honnan nézzük az agyát. Az igaz. Én mindig egy ilyen speciális helyről. Szegény Bonc Géza boldogult legény korábban egyszer fölcsalt egy lányt, és azt mondta neki, hogy fogadjunk 200 forintot, hogy mesztelen levetkőzöl, és egy újra hozzád nem nyúlok. Csaj levetkőzött, Bonc szárugott, azt mondja, mi van, vesztettem. Esküszöm neked, elmondtál egy Bonc történetet, és a Bonc rám ugrott. Istenekben is van. Hölgyeim és Uraim, továbbra is várjuk, tehát egyes 2 forintosaikat, tudják, az éhező gyermekek megsegítésére megy ez az akció. Jegyet rendelni a 061-788-5401-es telefonszámon lehet. A címünk ugyebár az egyes 2 forintosokra is vonatkozik, mármint a beküldésre vagy a behozatalra. 1117 Budapest Sopron út 40, a Teletext 637-es oldalát nézzék meg, a heti hetesük a teleteklub.hu az egy e-mail cím, írjanak, és www.teleteklub.hu, ez az a weboldal, amelyet feltétlenül meg kell nézniük. Egy-két múlva találkozunk, a viszontlátásra!